Tóth Miklósné művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás április 4-én a Bocskai István gimnáziumban. A tárlaton látható munkák a szerencsés születésű pedagógus életművéből adnak ízelítőt az érdeklődőknek. 32 év a Bocskaiban. Ezt a címet adta a középiskolában tanárként eltöltött éveire utalva Tóth Miklósné a gimnázium aulájában rendezett önálló alkotói bemutatkozásának. A több mint 90 képet felvonultató tárlatot Gál András ajánlotta az eseményen jelenlévő szépszámú érdeklődő figyelmébe. Az igazgató kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a ProUrbe szerencsdíjas Tóth Miklósné és a gimnázium összeforrott, hiszen a művésztanár eredményes munkásságának köszönhetően diákjaik megyei és országos versenyeken szerepeltek eredményesen, és közülük az országban egyedülállóan 39-en nyertek Európa-díjat. A középiskolai tanulók a képekhez kapcsolódó idézeteket olvastak fel a közönségnek, majd a kiállító lépett a mikrofonhoz, felidézve pályafutása néhány fontos mozzanatát, melyek közelebb vitték az érdeklődőket a kiállított alkotásokhoz. Olyan képekkel jelentkeztem és képsorozatokkal, amelyekkel eddig egyetlen kiállításon sem mutattam be az érzéseimet, a gondolataimat. Ilyenek az üvegmozaik tervek, ilyenek a maszktervek, ilyenek az aktsorozatok, ilyen a Salamon király életét bemutató sorozat. 32 új alkotással azért jelentkezem, hogy kifejezzem a tiszteletemet a gimnázium iránt, ahol 32 évet dolgoztam. Ebben az iskolában annyi gyémántocskát fedeztem fel, akik mesterekre, köszörűs mesterekre vártak, hogy belőlük brilliáns legyen. Én is részt vettem ebben a munkában, én is csiszoltam brilliánsokat, mert úgy éreztem, hogy Magyarországnak a tehetségeket fel kell karolni, és ezekből egy sem veszhet el, mert ennek az országnak szüksége van ezeknek a tehetségeknek a felkarolására. Dolgoztam nem annyit, amennyi óra számom volt, sokszor már az iskolában rajtam kívül, meg egy-két gyereken kívül senki nem volt. Jöhettek a lakásomra sohasem pénzért, mindig csak ingyen. Habostortát sütöttem nekik, meg kólát vettem nekik, hogy bírják azt a rettenetes munkát, amit én diktáltam nekik, de ezek ma már diplomával rendelkező és a rajzot kereseti forrásnak tekintő emberek. A művésztanár képei április 20-áig tekinthetők meg a gimnázium aulájában. A tárlat szombat és vasárnap kivételével naponta 8 és 19 óra között látogatható.